Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A barlangi pók. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár színes faleveleket gyűjtött az őszi erdőben. Egyszer csak sírást hallottak. Te is hallod ezt, Bogyó? Kérdezte Babóca. Igen, a barlangból jön. Menjünk, bekeressük meg, kisír! Félve merészkedtek egyre bejjebb és bejjebb. Hirtelen észrevették, honnan jön a sírás. Egy aprócska virágbogár sírt. No hát, mi történt veled, kis virágbogár? Miért sírsz? Eltévedtem ebben a sötét barlangban. Nem találom a kijáratot. Hogyan jutok most haza a házikomba? Sírdogált az apró bogárka. Mi a neved? Kérdezte Bogyó. Gömbi! Ugyan, ne szomorkodj, Gömbi. Majd mi megmutatjuk az utat a házikódhoz, mondta Babóca, és kedvesen magához ölelte a virágbogarat. Hirtelen furcsa, félelmetes hang hallatszott a barlang mélyéről. Bogyóék összeölelkeztek ijedtükben. A következő pillanatban egy hatalmas, mérges pók jelent meg, és dühösen rájuk kiáltott. Ki ébresztett fel álmomból? Mit kerestek ti a barlangomban? Meneküljünk! Kiáltott Baltazár, és mind futásnak eredtek. Gyertek, bújjunk ide! Szólt rémülten Babóca, és mindnyájan bebújtak a szikla mögé. A pók szerencsére nem vette észre őket, Gömbi azonban elsírta magát, és a pók meglátta a falnál rejtőzködő csapatot. Bogyó, Babóca, Gömbi, Baltazár és Pihe szaladtak tovább, amilyen gyorsan csak tudtak. De jaj, Baltazár elbotlott egy kőben, és a pók bizony utolérte őket. Bogyó egy szúrós faággal hősiesen védte barátait. Menj innen, rusnyapók! Kiabálta dühösen. Amíg Bogyó elterelte a pók figyelmét, Pihe és Baltazár egy hosszú kötéllel körbe-körbe szaladtak a pók körül. Babóca védte Gömbit, nehogy a pók elérje. Na, most pórul jártál? Szólt elégedetten a pókhoz Baltazár. A pók megpróbálta magát kiszabadítani a kötél szorításából, de nem sikerült. Aztán egyszer csak elsírta magát. Nem is akartalak bántani titeket. Igazából még soha senkit sem bántottam. Csak mérges voltam, amiért felébresztettetek. Kérlek, engedjetek el, megmutatom a barlang kijáratát. Tényleg nem bántasz minket, megígéred? Kérdezte Bogyó. Igen, ígérem. Gyertek, üljetek fel a hátamra, kiviszlek benneteket. Felültek a pók hátára, és hamarosan el is érték a kijáratot. Ideje elköszönnünk. Gyertek el a barlangunkba máskor is. Köszönjük a segítséget, pók, mondta Pihe. Gömbi ez alatt elaludt a Katica lány kezében. Most mit csináljunk vele? Tanácstalanodott el Babóca. Építsünk neki babakocsit, javasolta Bogyó, és már munkához is láttak. A kocsi gesztenye gumóból, kerekei foágakból készültek. De hol lehet a házikója? Én tudom! Kiáltott fel Pihe. Amint megérkeztek a házhoz, a kis virágbogár felébredt a kocsiban. No hát, a házikom, hazahoztatok engem, igazán köszönöm. Jó éjszakát, kis Gömbi! Aludj jól, és többet ne menj egyedül a sötét barlangba, mert újra eltévedsz, mondta Bogyó és Babóca. És búcsúzóul megölelték a kis virágbogarat. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja.
Vendel korcsolyázik. Egy téli napon Bogyó és Babóca a tóparton sétálgattak. A tó vize vastagon befagyott. Gyere, Babóca, csúszkáljunk egyet a jégen, javasolta a kis csiga. A Katica lány boldogan beleegyezett. Bogyó és Babóca óvatosan rámerészkedtek a jégre. Összefogóztak, és csúsztak jobbra-balra. Nagyon jól érezték magukat. Hamarosan egészen belejöttek a csúszkálásba. Néha elestek, nagyokat nevettek, aztán felálltak és folytatták. Arra jött Vendel, a szarvasbogár. Vendel, próbáld ki te is! Gyere velünk csúszkálni! Hívta barátját Bogyó. Vendel kicsit félt ugyan, de kíváncsi volt, ezért rálépett a jégre. Kiáltott nyomban, mert lábai kicsúsztak alóla, és hanyat vágódott. Bogyó és Babóca rögtön odaszaladtak barátjukhoz. Gyere, Vendel, majd mi segítünk! Azzal Bogyó és Babóca közrefogták Vendelt, és óvatosan elindultak a jégen. Akkor most elengedünk, és próbálj meg egyedül! Kiáltott Babóca. A csiga fiú és a Katica lány elengedték Vendelt. Lassíts, Vendel! Kiabált Babóca. Vendel megpróbált megállni, de lábai szétcsúsztak a jégen, és egyenesen beleszágoldott a tüskés bokorba. Segítség! Jaj! Össze-vissza szurkáltak a tüskék. Megsérült a szarvacskám. Nagyon fáj! Babóca már szaladt is, hogy megvizsgálja a szarvacskáját. Ne búslakodj, mondta Babóca, és bekötötte Vendel sérült szarvát pöttyös sálával. Ekkor egy csodaszép bogárlány siklott elő a bokor mögül. Olyan könnyedén csúszott a jégen, mintha súlytalan lett volna. Na hát, ki vagy te? Kérdezte Babóca. Milla vagyok, a hóbogár. Szia, Milla! Ő Babóca, a Katica lány, ő Vendel, a szarvasbogár, én pedig Bogyó vagyok, a csiga fiú, mondta illedelmesen Bogyó. Hogyan tudsz ilyen szépen gyorsan siklani a jégen? Kérdezte Vendel. Korcsolyával, felelte a hóbogár. Egy olyan cipőcske, amivel csúszkálni lehet a jégen. Rá kell csatolni a csizmára. Ez a korcsolya éle. Ez siklik a jégen. Te készítetted? Kérdezte kíváncsian Bogyó. Igen, én készítettem. Igazán nem nehéz. Ha szeretnétek, készíthetünk nektek is. Hurrá! Kiáltottak fel egyszerre, mint hárman. Bogyó, Babóca, Vendel és Milla együtt sétáltak ki az erdőbe. Milla alaposan megnézte a földön heverő faágakat, végül kiválasztott egy szép nagyot. Ezután munkához láttak. Fűrészeltek, csiszoltak, fúrtak, faragtak, csavaroztak. Mindenki kivette a részét a munkából. Készen van, jelentette ki elégedetten Milla. Az asztalon három pár vadonatúj korcsolyacipő sorakozott. Bogyó és Babóca kicsit félve csatolták fel a korcsolyatalpakat. Legjobban persze Vendel aggódott. Bogyó és Babóca összefogódva indultak el a jégen, Vendelnek pedig Milla segített. Na hát, korcsolyával sokkal könnyebb siklani a jégen, mint csizmában, nevetett Vendel. Milla sokáig haladt kézen fogva Vendellel. Egyszer aztán elengedte, és a szarvasbogár egyedül siklott tovább a jégen. Vendel hamarosan megtanult kanyarodni, elindulni és megállni is. Sikerült! Tudok korcsolyázni! Kiabálta a nap végén Vendel boldogan. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Kavicsok. Egy nyári délutánon Babóca elhatározta, hogy szamócás lepényt fog sütni. Megkérte Vendelt, a szarvasbogarat, és Baltazárt, a méhecskét, hogy hozzanak az erdőből friss szamócát. A két fiú elindult.
Baltazár hamarosan észrevett az út közepén egy kavicsot, és rugdalni kezdte maga előtt. De a kavics megtetszett Wendelnek is, és elcselezte Baltazár elől. Nem ér, Wendel, az az én kavicsom, én rugom tovább. Nem, ez már az én kavicsom, keresd másikat, ezt én rugdalom tovább. Én találtam, az enyém, méltatlankodott Baltazár. Rengeteg kavics van, keresd másikat. Zárta le a vitát Wendel, de Baltazár nem hagyta magát. A két fiú addig lögdöste egymást, míg végül mindketten elbotlottak, és legurultak a meredek domboldalon. Egyenesen belebukfenceztek a domb alján csörgedező patakba. A hangzavarra előbújt patakparti házából Alfonz a tücsök. Jaj, mi történt? Kérdezte riadtan. Wendel a hibás, elvette a kavicsomat. Még hogy a te kavicsod, azé, aki ügyesebb. Elég legyen, vágott közbe Alfonz. Először is gyertek be a házamba, szárítkozzatok meg, azután elmesélhetitek, mind vesztetek ennyire össze. A két fiú mérgelődve lépett be a tücsök házába. Kiteregették a napra a vizes ruhákat, és törülközőbe csavarva várták, hogy megszáradjanak. Közben Alfonz limonádét és kekszet tett az asztalra. A napsugár gyorsan megszárította a ruhákat. Wendel és Baltazár duzzogva majszolták a kekszet, és egymás szavába vágva elmesélték Alfonznak, hogyan gurultak le a domboldalon. Nekem egy egész gyűjteményem van belőlük. Kavics gyűjtemény! Megmutatod? Lelkendezett Baltazár. Persze, gyertek be! Büszkélkedett Alfonz, és egy nagy doboz tett az asztalra. Hol szedted ezeket a szép kavicsokat? Itt a közelben a patakparton. Ti is szedhettek. Hurrá! Teleszedték a kosaraikat kavicsokkal. Sokáig válogattak, gyűjtögettek, egészen addig, míg sötétedni kezdett. A szarvasbogár és a méhecske elköszöntek a tücsöktől, és elindultak felfelé a dombon. Hamarosan elhaladtak Babóca háza előtt. A Katica lány mérgesen kiáltott ki pöttyös háza ablakából. Hát a Szamóca hol van? Hűha, a Szamóca, elfelejtettük a Szamócát. Nézd csak, Babóca, milyen szép kavicsokat szedtünk Alfonzzal. Mit kezdjek ezekkel? Süssek kavicsos lepényt. Én Szamócát kértem. Elfelejtettük, vallotta be Wendel, és töviről hegyire elmesélt mindent a Katica lánynak. Hát, akkor hadd lássam legalább azokat a szép köveket, ha már Szamócát nem hoztatok. Rajzolni kellene a kavicsokra valamit. Ez olyan, mint egy házikó. Erre pedig egy mosolygós fejet rajzolnék. Ez nagyon jó ötlet. Holnap hívjuk el a többieket is, és díszítsük fel a kavicsokat. Rendben! Másnap eljött Babócához Bogyó, a csigafiú, Pihe a lepkelány, Szellő a szitakötő, Ugri a szöcske, Döme a krumplibogár, és Gömbi a virágbogár. Wendel és Baltazár nem jön? Kérdezte csalódottan Bogyó. De igen, itt vagyunk! Kiáltott a szarvasbogár és a méhecske, és büszkén átnyújtottak egy szamócákkal teli kosarat Babócának. Köszönöm! Mondta a Katica lány, és ami kikeverte a süteményt, a többiek munkához láttak. Amikor készen lettek, meghívták Alfonzot, hogy nézze meg a kiállítást. Hát, gyönyörű! Holnap elhozom a saját köveimet is, azokat is kifesthetjük, mondta vidáman a tücsök. Közben megsült a szamócás lepény, mind asztalhoz ültek, és megették az utolsó morzsáit.